Január 8-a, azt gondolnánk, hogy egy kemény téli nap, aztán gyönyörű, szinte tavaszias idő fogadott ma bennünket majd Bonyhádon, amikor is egy szoboravatásra kaptunk meghívót. Igen, régóta szervezzük ezt a napot, hiszen augusztus óta Bonyhád város önkormányzatának épületében van Vas Albert szobra, és az időt is mi intéztük, tehát ilyet gondoltunk, ilyet szerveztünk, ez sikerült. Örülök annak, hogy Bonyhádon elsőként a Kárpát-medencében, de talán mondhatnám azt is a nagyvilágban, közterületen sikerült Vas Albertnak szobrot avatni. Szeretném megköszönni a Cegei Vas Alapítvány ajándékát, hiszen ők ajándékozták ezt a szobrot Bonyhádnak. Szeretném Bakó Lászlónak is a munkáját megköszönni, aki az alapzatot készítette, Kolozsi Sándor készítette magát a szobrot Ausztráliában, és január 8-án, az író születésnapján tudtuk elhelyezni Bonyhádon, Bonyhád központjában ezt a szobrot. 44-ben menekült el Vas Albert Magyarországról, Erdélyből, most szimbolikusan 60 év elteltével visszatérhetett Magyarországra. Mit gondol, polgármester úr, mit jelent ez a városnak? Hát a városnak biztos, hogy büszkeség, én legalábbis magam így érzem, illetve az önkormányzat képviselőtestülete így érzi, hiszen politikai pártoktól függetlenül mindenki támogatta a szobor elhelyezését, és megköszöntük, hogy ránk gondolta az alapítvány. Egy társadalmi kezdeményezés volt a szobornak a felállítása, hiszen két civil szervezet kezdte ezt el. Ennek a tagjai a Vas Albert Törzsasztal, illetve a Kármentő Polgári Kör, és az ő közvetítésükkel került ide Bonyhádra ez a szobor. Én azt gondolom, hogy a bonyhádi emberek meg fogják becsülni ezt a szobrot, ugyanúgy, mint a város többi szobrát, illetve mint a várost magát, és büszkék lesznek erre a szoborra. Az ön beszéde avatta ezt a szobrot. Mit jelent nekünk itt Bonyhádon Vas Albert? Mit jelent Magyarországnak Vas Albert? Talán nem véletlen, hogy Bonyhád határozta el, hogy fölállítja ezt a szobrot, hiszen itt Bonyhádon és környékén nagyon sok erdélyi vagy erdéllyel közvetlen kapcsolatban valaha létező, ugye bukovinai székelység is él. Biztos, hogy ez is nagyon nagy része volt ennek. De én azt hiszem, hogy az egész országban Vas Albert neve egyre ismertebbé válik a regényeink keresztül is, ahol nem csak a írói lelemény, tehetség, hanem az a problémakör, amit tárgyal, csak fogja meg az olvasót. Őt annak a magyar író, nem író, sornak tagjául, és kiváló tagjának tekintem, akik tollat ragadnak, hogy szolgáljanak. Ebben a beszédben is erre tértem ki, hogy a magyar író abban különbözik, hogy a legtöbb magyar író abban különbözik a világ más íróitól, hogy őt az nemzetéért, hazájáért való aggodalom, sorsvállalás teszi íróvá, és nem egyszerűen a szép írói ambíciók vagy babérokra való vágyás. És ennek volt példája, és nagyon tehetséges képviselője Vas Albert. A mai délutánon elhangzott az is, hogy ő egy hős volt. Hős volt? Hát sokszor kockáztatott, hiszen talán a hős az, aki kockáztat, aki nem törődik saját biztonságával, jólétével, lemond maga személyes életének javairól és biztonságáról, és kockáztatni már. Hát azt megtette egy párszor. Akár annak idején, mint ugye a németek által megszállt Magyarországban egy annak a titkos szövetségnek a küldötteként, tárgyalófeleként, aki próbálta Magyarország kiugrását a II. Világháborúból biztosítani, vagy később még börtönében is meglátogatta Veres Lajost, aki ennek az egyik mozgatója volt. És utána hát azt is tudjuk, hogy
tevékenysége miatt a Securitate, a titkos rendőrség többször megpróbálta hát eltüntetni, elrabolni, meggyilkolni Amerikában, és hát egyes hírek szerint az az öngyilkosság sem volt egészen biztos öngyilkosság. Nem következett az ő határozott keresztény meggyőződéséből, hogy önmaga vet véget életének. Mire gondoljunk, amikor elmegyünk ezen szobor előtt? Hát talán véletlen az, vagy nem véletlen, hogy legutóbbi regény, amit olvastam, az Átoksori kísértetek voltak. És ebben mondja azt ki határozottan, hogy ne keressünk bűnbakokat kívül. Magyunk a magunk sorsáért mindig saját magunk vagyunk felelősek. Nincs olyan hatalom, ami legyőzhette volna ezt az országot, ha nem lettek volna benne olyanok, akiket a társadalom igazságtalansága szélre nem szorított volna, és ezáltal mindenre alkalmas, mindenre kapható júdások lettek belőle. Ebben az a biztatás van benne, hogy ha rajtunk múlott rossz sorsunk, akkor a jobb sorsunk is rajtunk múlik. Az egyházak is jelen vannak egy ilyen eseményen. Milyen gondolatokkal jött, mit hozott ma ide nekünk Bonyhádra? Köszönöm, csókolom. Hát nekem nagy öröm itt lenni ma Bonyhádon, mint erdélyi magyarként is. Én valahol most elvégeztem a magam lelkészi kötelességét, megáldván ezen szobrot, de jöttem elsőként, mint ember, mint egy olyan valaki erdélyi magyar, aki hát igyekezem a magam módján a Cegei Vas Alapítvány tagjaként, elnökeként Vas Albert kultuszát odahaza Erdélyben népszerűsíteni, valamint itt a Bonyhádon is. És jöttem én a magam szerint szavaival üzenve Vas Albert szellemében, de üzenve valahol az erdélyi magyarság nevében, megköszönvén ezen mai napot, hogy itt lehettem, hogy ennyien lehettünk itt Vas Albert szobor avatásán, akinek nagysága nem csak Erdélyországban, hanem az olvasottsága után Magyarországon is immár ismerté vált. És ez engem nagy örömmel tölt el, honfitársaimmal egyetemben. Üzenetről beszél ennek a szobornak, ennek a mai ünnepségnek az, hogy ahogy itt többször elhangzott, otthonra lelt Vas Albert. Mit jelent, mi a legfőbb üzenete? Amikor Hortmaroson 2003-ban ezt a szobrot felszenteltük és felavattuk, valaki azt mondotta, ez a szobor a napba néző ember szobra. Hát ez lenne a mi gondolatunk is üzenetként, hogy nem szabad a sáros, agyontapodott földet látni, a napba kell nézni. Valahányszor és sokszor megvakulunk, de onnan feljön a meleg, a fény, a kitartásnak egy olyan formája, a helytállásnak egy olyan bizonylata, amit nem szabad feladni. Napba kell nézni, akkor is, hogyha éjszaka van, akkor legfennebb a holdat kell, annak fényét kell meglátni. A szabad így fogalmaznom, ajándékot is hozott, földet, egy smást, ami oda került a szobor tövébe. Hát igen, ez olyan hirtelen jött ötlet volt, hogy kicsikét Bonyhád város ezen csodáját megköszönvén, de segítséget, emlékállítását megköszönvén. Gondoltuk, hogy a mezőségről, ahol élt a család 9. esztendőig, és elűzték onnan, valamint azon vécsi várkertből hozzunk egy kis földet, erdélyi földet, hogy hadd egyesüljön Bonyhád földjével, és amit mondottam, legyen egy nagy-nagy magyar kenyér ezen földnek magvából, búzamagvából. Magánemberként jött ma, de itt van. Miért? Tehetnék mást erdélyi emberként, tehetnék mást, mint annak a mozgalomnak az egyik zászlóvívőjeként, amelyik a magyar nemzet egységét újjászületésének érdekében megpróbálja megteremteni.
1994-95-ben magam is részese voltam annak a kísérletnek, amikor Vas Albert megpróbált magyar állampolgárságot találni a kommunizmus alól szabadult Magyarországon. És keserűen éltem meg azt, ahogyan a Magyar Belügyminisztérium és a Magyar Állam a Magyarok Világszövetségének akkori közvetítésével benyújtott kérelmet elutasította. Megmondom, ez egyike volt azoknak a fontos összetevőknek, amelyek minket ezen az úton elindítottak, amely már 1996-ban politikai szándékká és akarattá formálódott, hogy magyar állampolgárságot kell adni minden magyarnak. Azon kívül azért vagyok itt, mert jelenlétemmel tisztelegni kívánok Vas Albert életműve előtt, hiszen az érdemben gyarapította a magyar kultúrát és a magyar szellemiséget. Végül pedig azért is vagyok itt, hogy magam is részese legyek annak, amit úgy fogalmaznék meg, hogyha az ő emlékét megőrzi, az ő népe magára talál majd. Mi jutott eszébe, amikor meglátta a szobrot? Arra gondoltam, hogy vajon mikor áll majd Vas Albertnek szobra Budapesten és Kolozsváron. És remélem, hogy még a mi életünkben ez megtörténik. Mit érez egy leszármazott, amikor az édesapjáról lát egy alkotást, egy szobrot? Hát, nagyon-nagyon köszönöm, és nagyon boldog vagyok a minden, aki itt lakik ezen a nagyon szép város, és a polgármester úrnak, hogy behívtunk minket, hogy lehetünk itt lenni, és látni, hogy milyen sokak vannak mostan, akik olvasnak az a könyveit, és aztán nagyon boldog vagyunk a testvérem és egész családnevükbe is. Köszönjük. Igen. Mekkora a család? Hányan vannak testvérek? Öten vagyunk. Én vagyok a harmadik. Hatan voltunk, de a Csaba meghalt, mielőtt én születtem. Meghalt 94-ben, akkor azon éve, amikor a könyv Csaba jött ki. Milyen volt az édesapja? Ma nagyon sok szépet hallottunk róla, de gondolom, hogy egy fiú az apját teljesen másként látja. Hát az édesapja úgy volt, mint egy... Mindig gondolkoztam rá. Mondtam, amikor nagyon kicsi voltam, és hogy azért kimenekült Erdélyről, hogy lehet, hogy a fiúk segítnek Magyarországot, és mikor fölnének, és mindet arról beszélt, és adott nekünk, azt mondja mindig, hogy nem lehet senki kérdezni, semmi munkát csinálni, amit mi nem csináltunk. Egészen. Aztán mindig kikerül nekünk a legrosszabb féle munkás. A családnak most az az álma vagy a feladata, hogy ezeket a könyveket angolra is lefordítassa majd. Úgyhogy ez majd egy jövő feladat lesz. Miért fontos, hogy itt legyenek ma? Hát számomra ez nagyon fontos, hogy egy ilyen esemény az életben úgy gondolom csak egyszer történik meg. Ennyi. Mire gondol, amikor meglátja Vas Albert szobrát ezentúl? Mi jut eszébe? Sokszor fogom látni, mert gyakran járok Bonyhádon. Hát... Egy szebb jövő jut eszembe. Ez nagyon fontos nekünk, hogy itt legyünk. Magyarországon az első Vas Albert szobor. Nagyon büszkék vagyunk, hogy Bonyhádon állították fel ezt a szobrot.
Nem, olyan meghatott vagyok, nem is tudok megszólalni. Én egy picit érintve vagyok a távoli kolozsi familiával kapcsolatban, tehát az alkotóval kapcsolatban, mert én is kolozsi vagyok, és megkeresett minket a művész úr annak idején, 2 évvel ezelőtt egy családfakutatás során, és akkor most is felvettük fel a kapcsolatot, és örültünk neki, hogy egy alkotása ide kerül, és ráadásul egy olyan erdélyi székely, aki közel áll a bonyhádi székelyekhez, mi is székelyek vagyunk. Tehát ez egy örömmel töltött el minket. Tehát ezért voltunk itt, hogy részt vegyünk ezen a boldog ünnepen. Mit lehet tudni az alkotóról? Hát Kolozsi Sándor, Ausztráliában él jelenleg. Az 56-os ellenforradalom idején aktívan részt vett az ellenforradalom, és ezért hát emigrációba szorult, és utána hát Ausztráliában 59-ben telepedett le végképp, és ott alkotott. Elég sok alkotása van, hát interneten meg lehet nézni, van neki külön portálja, kolozsiy.com.au, és hát ott interneten vettük föl vele a kapcsolatot, és hát örülünk neki, hogy van egy ilyen messzi távoli rokonunk, aki ilyen csodálatosat alkotott. Mindig ilyen mosolygós, egy kicsit előretekintő, ilyen boldog arcokat tudott alkotni. Mi Budapestről jöttünk, de tulajdonképpen én hoztam a holdmarosi tiszteletest, a régeni lelkészt és még 2 barátomat, mert Nagy Vas Albert imádók vagyunk. És hát egyáltalán az egész egy felemelő dolog volt, nagyon szép volt. Mi az, amit szeretnek Vas Albertben? Hát én majdnem minden könyvét olvastam, fantasztikus. Én szerintem a 20. század egyik legnagyobb magyar írója volt. Óriási hatással van rám. Én erdélyi származású vagyok mindkét részről, nekem még különösen közelebb áll hozzám, nagyon-nagyon szeretem.